Azért is bokkos illatok, mi? Hát, ilyen eső szagú. Az a jó. Szereted? Aha. Szipú, hát mondom, hogy izé, hogy ott van az a drog, izé, a Gmail-re hallott, a dolgossági alkalmassági, aztán mondom, hogy ott is ki kell, hogy vizsgáljanak. Aha, de tudod, de hogyha azt mondom, hogy megkérdezik, hogy drogozok, ha drogoznék, akkor nem jelentkeznék, hogyha drogoznék, akkor nem jelentkeznék ide. Mi? Hogy, tudod, hogyha ténylegesen drogoznék, akkor nem jelentkeznék ide. Mert alapján is a vasút az egy drog. Ja. Aztán a fejjel ülnének ott, mint a szőke. Na igaz, ez az. Bár igaz. Apám mostában tényleg nézi az étpontokat, aztán meg... Közben mi azt be... a tárban, mi igen, nézi? Nézi, igen. Esténként nézi, de aztán meg én meg dupla részek. Főleg. Mint kellettek elgondolkodni? Hogy a szőkét beajánlod. Aha. Nem akarod ezt fejleszteni nála majd? Tavaly? Vagy jövő nyáron? Jövőre. Vagy hogyha zargat téged, akkor így beküldöd. Így mondod neki, hogy... Nem akarsz, tudod, utána tárgyalok veled, miután lejártad meg az részmontókban. Ja. Szőke mögött, nem? A köbö... Ó, suttogó! Hát múltka is mondtam, hogy hívjuk föl. Csak azt mondtad, hogy az utcán inkább ne. Igen. Jön egy Ciri. Ja, kicsku Nici. Leszorom. Na jó, ez inkább ezt az érdekesebb. Igen, bár suttogott, minden héten én kapok le mostában. Hát jó, de... Csak jobban érdekli őket, mint a szokás és Ciri, nem? Hát miért a múlt heti vágásomat szerinted hányan és a vágási válogatásomat mennyien nézték meg összesen kb. 20. Kevesebb vagy több? Hát egyforma kb. Majd például vasárnapra volt beidőzítve, azon még most is 19 van. 19 megtekintés van. Majdnem eltaláltam. A másik oldalon meg már 30 fölött van. Másik kettő. Hát az jobban mondható, akkor... Igen. Ami 26 van, ugye 19, az még nagyon kevésebbnek. De nem baj. Majd ráakadnak egyszer. Jó. De azért amúgy durva, hogy van egy-két olyan videóm, amit például az elmúlt hónapban raktam ki, amint már több, mint majdnem 400. Logikus, mi? Hát azt meg utána meg tudod, föltöztem volna, és addig rúgdottam volna, amíg addig mondta, hogy bocsánat. De úgy különben akkor miért nem kevertél el neki egyet? Tudod, a nemesi etikett, amit nevertek belém. Hát jó, de kiállt volna azt, hogy nem. Tudom. Hát miért nézd? Alapvetően engem is erre tanítottam. Nem tudom, hogy nem tudom, de az ő esetében ez már kivételt kell. Igen. Sőt, már meg a Borlak sem lett volna jó. Mi? Tudod, még Borlak sem lett volna alkalmas. Annyira túlérett. Cigány gyerek, szereti a fémet.
akkor lekevesztek egyet, amúgy nyugi helyet, tehát én is adtam volna neki. Aha. Mert legalábbis nem állítanak meg. Igen, de nem tudom, hogy akkor mi lett volna utána. Hogy a szőkénél milyen beállítás módosítások lettek volna. Hogy a szőkénél milyen beállítás módosítások lettek volna. Ja, hogy hazamegy, azt azért elkezdi mondani, hogy jó, megvertek. Nem, hogy tudod, belátja, hogy nem kellett volna kiszúrni így velem. Ja. Hogy akkor a tenyérmű lett ennek most is. Hm? És akkor tudod, a tenyérmű lett volna ennek még most is. Tudom. Hát tudod, mondom, hogy színisbe próbálkoztam nála. És? Hát nagyon esféltem. Ja, igaz. Színisbe próbálkoztam, hát ugye egyik kossá lett a vége, de... És azért, mert akkor Józsiba volt szerelmes. Na, tudom. Csak tudom, hogy mit szabált ezen a majmon. Alapvetően... Nem olvastad el, hogy mit vizé küldött át, ezért nem kell ilyen Bialexisztit vágni. Kö. Bár úgy is, csak tudod néha, nincs én nem még gondolom is azokat a szarokat, amiket küld. Hát tudom, elég idegesítő lehet. De én nem is írtam volna rá. Nézd, vannak neki olyan kontantjai a nékem számomra, jól jönnének most. Igaz a szerencse. A szerencséje. Igen. A legszerűbben tényleg lesz, ha nem. Nem csodál.